A koronavírus járványhelyzet miatt a bajba jutott állatok mentésével foglalkozó állatmenhelyek nem várt nehézségekkel találhatják szembe magukat. Idővel jelentős problémát okozhat a menhelyen tartott állatok megfelelő takarmány ellátásának biztosítása is. A NABY az aktuális helyzet nyomon követése érdekében folyamatos kapcsolatban áll az állatvédelmi ernyő szervezetekkel, és kapcsolatai révén igyekszik segíteni a nehézségek kezelésében. Az igények és a segítség hatékony összekötéséhez fontos, hogy az ellátási gonddal küzdő menhelyek jelentkezzenek valamelyik állatvédelmi ernyő szervezetnél. Szakmai ernyő szervezeteknek tekintjük azokat a szervezeteket, amelyek több menhelyi tagsággal is rendelkeznek, tehát több menhely is a tagjuk, és ezeknek a tagszervezeteknek az érdekeit próbálják képviselni. Jelen pillanatban megemlíteném a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetséget, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetét, illetve a HEROS, mint ilyen ernyő szervezetek. Ők igazából majd nem országos szinten tudják monitorozni a menhelyeket, hiszen a menhelyek legjobb százaléka valamelyik ernyő szervezetnek a tagja. Mi úgy gondoltuk, hogy abban az esetben, hogyha bármelyik állatmenhely bajba kerülne, és mondjuk nehézségekbe ütközne az menhelyen tartott állatoknak az ellátása, akkor nagy valószínűséggel valamelyik ernyő szervezettel kapcsolatot tartanak, és ezt fogják tudni jelezni. És a jelzés értelmében pedig mi az ernyő szervezetekkel együttműködve megpróbálunk segíteni a bajba jutott menhelyeknek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy most még nincs napi szintű ellátási probléma, de az örökbeadások és a támogatások jelentős visszaesése miatt a következő hetekben komoly problémák elé nézhetnek ezek a menhelyek. Szabolcs megyében 5 darab állatmenhely található, Kisvárdán, Máté Szalkány, Irmadán, Nyíregyházán és Vásárosnaményban. Azt gondolom, hogy 3 fontos témáról kell említést tennem a menhelyekkel kapcsolatosan, ez pedig az élelmezésnek a folyamatos biztosítása hosszú távon és rövid távon is, a menzai maradékok megszűnésével, a menzai konyhák bezárásával sajnos nem biztosított az állatoknak a folyamatos élelmezése, ezért az állatmenhelyek rákényszerülnek, hogy vagy saját költségvetésből vásároljanak, vagy adományozóktól kapjanak száraz tápot, illetve konzervet, hogy az állatokat el tudják látni folyamatosan. De ők ugye fogyasztanak, esznek naponta, tehát ezek a készletek folyamatos feltöltést és utánpótlást kívánnak. A másik probléma az örökbefogadásoknak a visszaesése. A harmadik nagyon nagy probléma, amiről kiemelten szeretnék szót ejteni, az pedig a tavaszi ivarzások utáni almoknak a megszületése, és előszeretettel hagyják ott nagyon sok felelőtlen gazda a megszületett kiskutyákat a menhelyek előtt, illetve záróra után bedobálják őket az állatmenhelyekre, ami már csak azért sem jó megoldás, mert ezeknek az állatoknak a legnagyobb része ebbe belehal. Hasonló esetekkel rendszeresen találkozik a Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány is. Élelmezés szempontjából viszont ők most jól állnak. A járvány kezdetén a felvásárlási roham miatt pár napig egyáltalán nem kaptak húst attól az élelmiszerlánctól, amelyikkel szerződésben állnak. Később azonban ez megváltozott. Közel 300 kiló gyönyörű, szép, friss és illatos csirkemellfilét kaptunk, ami megdöbbentett igazából, hogy most akkor ezt hogy, hiszen ugye a csirkemellfiléért sorban álltak az emberek. Ezek ugye egy-két napja lejárt dolgokról beszélünk. És ugye hát azt beszéltük, hogy valószínűleg az történhetett, hogy az emberek bespájzoltak, mindenki ugye telerakta a fogyasztóját, de hát embertelen mennyiség lett felvásárolva ugye ezekből a dolgokból, és hát nyilván nem fogyasztunk el ennyit, egy normál háztartásban nem fogy ennyi. Az áruházak gondolom berendelték, hogy felkészül a következő nagy rohamra, viszont a nyakukon maradt, úgyhogy hát eznek persze természetesen, de ebből is látszódik, hogy annyira hektikusan működik most minden, és annyira nem lehet kiszámolni sem a fogyasztás, sem a vásárlás, sem semmit, hogy gyakorlatilag senki nem tud ehhez alkalmazkodni normálisan. Azoknak a menhelyeknek, amelyek nem ilyen szerencsések, a NABY az ernyő szervezetek segítségével juttatja el a szükséges élelmiszert. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az áruházláncokon keresztül segít, és néhány tápgyártó is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezeknek a felajánlásoknak köszönhetően várhatóan az igények nagy részét így ki tudják majd elégíteni. A NABY azonban arra kéri a menhelyeket, hogy reális igényeket fogalmazzanak meg, és a járványhelyzet miatti kiesés pótlását kérelmezzék.